A Veled is törődünk egyesület helyi pályázatát a képviselőtestület Közbiztonság, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságához nyújtotta be. Az elnyert támogatást egy programsorozatban fogják felhasználni, amivel az épeket és fogyatékkal élőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, például rajzpályázattal, illetve egy nagy záró rendezvénnyel decemberben. Nem beszélhetünk addig esélyegyenlőségről, amíg mondjuk egy fogyatékkal élő gyermek mellett nem ül ott az épp gyermek is. És így sosem fognak tudni együtt élni egy társadalomban, vagy nem várhatunk az épek felül sem empátiát, vagy bármit, elfogadást, vagy odafordulást, hogyha ő ezt nem tanulja, és nem érzi, és nem tapasztalja. És ezért szeretnénk azt a rendezvényt létrehozni, ahol együtt lehetnének. Az egyesület tagjai mindannyian olyan területen végzik munkájukat, ahol sok emberrel találkoznak, tudásukkal, szakmai tapasztalataikkal érdemben tudnak tevékenykedni az egyesület céljaiért, látják az esetleges problémákat és szívesen segítenek. Így van ezzel Farkas Edina házi orvos is. Sokat gondolkodtunk, hogy hogyan tudnék én ebben segíteni, aztán arra jutottunk, hogy én vagyok az, aki látom a problémákat, és azt is tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akik meg segíteni tudnak, és akkor lehetnénk mi egy csatorna, aki közvetíti a rászorulóknak a segítséget onnan, ahonnan tudnak segíteni. A helyi pályázat mellett két országosat is benyújtott az egyesület, amelyek eredményét még várják. Az egyik programban mozgáskorlátozott beteg embereknek szeretnének segíteni otthonukban. A megvalósításban kulcs szerepe lenne az önkéntes munkának. Felnőtt önkéntesek keresnék őket fel. Nagyon szeretnénk egy olyan civil centrummá válni, akik ezt az önkéntes mozgalmat itt Pakson felkarolják, és hát gyakorlatilag életre keltik szervezetten. Az egyesület másik pályázata kapcsolódik ehhez a célhoz egy érzékenyítő programmal a fókuszban. A segítő civil szervezet 2015. januárjában alakult újjá tagságában és vezetésében egyaránt. 15 rendes taggal működnek és számítanak pártoló tagokra, illetve sok-sok önkéntesre.